Ott a leköszönt pécsi fideszes polgármester múlt heti nyilatkozatában arról írt, hogy biztos alapokon adja át a várost az utódjának. Páva Zsolt szerint 7 milliárd forint van a város kasszájában, ami részben kötelezettségvállalással terhelt. Az új polgármester szerint viszont a város csőd közelben van, mert az előző vezetés több mint 23 milliárdos hiányt hagyott hátra. 8,5 milliárd forint az a hitel, amit gyakorlatilag az állam biztosított, nem hiteljogcímen, de támogatás jogcímén. Aztán nagyjából 10 milliárd forintot meghaladó az a múltbeli fejlesztésekre fölvett hitel. Itt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzat által tulajdonolt cégek együttes, tehát konszolidált hiteléről, hitelállományáról beszélünk, illetve működési hiányáról beszélünk. A polgármester szerint ehhez jött idén szeptember végéig csaknem 5 milliárd forint működési hiány az intézményeknél. A terhekhez számolja még a korábban elindított uniós és nemzeti beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, amelyekre szerinte már most nincs elég pénz. A Magyar Államkincstár is kiadott tegnap egy közleményt, ami a Fidesz pécsi elnöke szerint más megvilágításba helyezi a dolgokat. Nagyon örülök annak, hogy a Magyar Államkincstár országos elnöki titkársága kiadott egy közleményt, amiben azt igazolja, hogy a Péterfi polgármester úrnak a stábja nem tudta értelmezni a költségvetési számokat, illetve nem tudta értelmezni az egyébként a polgármester úr által is aláírt, a saját aláírásával ellátott átadás átvételmi dokumentációt, mert hogy a kasszában valóban többlet van, több milliárd forint többlet van. Hoppál Péter azt is mondta, az önkormányzati cégek hitelét a szocialistáktól örökölték, ez tudott volt. Az állami kötelezettségvállalást, amivel két éve a kormány megsegítette Pécset, pedig a jövő év végéig kell visszafizetni. A segítség fejében akkor több pécsi ingatlanra került állami jelzálogjog és kincstári biztosok felügyelik azóta a gazdálkodást. Az új polgármester azt mondja, örülne, ha valóban lenne 7 milliárd a kasszában. Ez azt is jelenteni, hogy lassan az államkincstár dolgozói csomagolhatnának haza, hiszen gyakorlatilag Pécsváros gazdasága köszönjük, de rendben van. Nem tudok egyetérteni, szeretnék egyetérteni az államkincstár vezetőjével, de nem tudok egyetérteni, mert engem a tények zavarnak. Péterfi Attila első intézkedésével megtiltotta a pécsi önkormányzati cégek és intézmények vezetőinek, hogy a tudta nélkül plusz kötelezettségeket vállaljanak.